Köszöntjük a kedves hallgatókat! Számadó Emesével beszélgetünk, hiszen a Múzeum Barátkör a közeljövőben egy kiállítással és egy megemlékezéssel is készül. Mire várjátok, mivel várjátok a komáromiakat, illetve az érdeklődőket? Szeptember 26-án kedden 5 órától kerül sor a Múzeum Barátkör következő összejövetelére. Itt a Brigyett Szörökséggel látogató központban lesz a rendezvény. És ez alkalommal Szamódi Zsolt Olaf fotóművésznek a könyvemutatója lesz. 2022-ben jelent meg az Ez van című fotóalbuma a Zsoltnak, akiről ugye hát azt kell tudni, hogy több mint 30 éve ismert Komáromban, mint fotóművész, és gyakorlatilag az első munkái között volt az oroszok által elhagyott monostori erődnek a fotózása 1991 legelején. Hihetetlen dokumentatív erejű, fantasztikus fényképek ezek, és aztán utána ő folytatta, és gyakorlatilag az egész erődrendszert, ugye, amikor Észak-Komáromból is kimentek belőle, akkor azt is ugyanúgy végig fotózta. Ezek a képek tényleg dokumentálják a 90-es évekbeli erődrendszernek a kinézetét, azt, hogy egyáltalán az oroszok milyen emléket hagytak ezekben az objektumokban. Zsolt egyébként Balogh Rudolf díjas fotoművész, aki több cikluson át volt a Magyar Fotoművészek Szövetségének az elnöke. Művei megtaláltak például a Néprajzi Múzeumban, a Magyar Fotográfiai Múzeumban, a Tatabányai Múzeum, és természetesen a Komárom Klapkagyar Múzeumban, hiszen az erődrendszerről készített néhány fotója, ami gyűjt eményünkben található. De Zsolt nem ragadt le, tehát csak az erődöknél, de érdekes módon nagyon vonzák őt a nem csak katonai, de hát az ipari létesítmények is, amelyeket elhagytak és pusztuló félben vannak. És itt többek között a tatabányai cementművet, a tatabányai erőművet, vagy a salgótarjáni öblös üveggyárat is már a felhagyása után lefotózta, és ezek olyan hihetetlen hatásos és szintén dokumentatív erejű képek. Talán a salgótarjáni üveggyár már meg sincsen azóta. Zsolt egyébként szenvedélyes vitorlázó, tehát így módon a Balaton, a tenger, a partmenti tájaknak a fotózása is azért az ő palettájába bekerült, tehát gyakorlatilag ilyen fajta képek is vannak ebben az albumban, és természetesen az ember alkotta művek, és mindig is érdekelték őt, például a tatai szobrok, vagy éppen a Turul madár sors, vagy a tatabányai Turul szobornak a sorsa, és hát mindezek mellett az embereknek a fotózása is egy nagyon kedvenc témája. Mint említettem, ezen a rendezvényen 2022-ben megjelent Ez van című könyvét mutatja be. Vetített képes előadásról van szó, ami azt jelenti, hogy nem csak azok a képek, amelyek a könyvben vannak, hanem ennél sokkal több képet fog bemutatni, és elmeséli azokat a történeteket, amelyek képekhez kapcsolódnak. Aki hallotta már a Zsoltot beszélni az ő munkájáról, a fotóiról, az tudja nagyon jól, hogy rendkívül érzékletesen tudja előadni a munkáját, tehát én azt gondolom, hogy aki eljön erre, az nagyon jól fogja magát érezni, nagyon jó programmal lesz gazdagabb, és hát a könyvet meg is lehet vásárolni egyébként majd itt. 27-én pedig egy nevezetes dátum Komárom történelmében. Ezen alapon mivel készültök majd? Ugye szeptember 27-e az egy hosszabb történelmi eseménynek a lezárásait Komárom esetében. Komáromi vár feltételekkel történő átadásáról szóló egyezmény aláírása, amely itt a Komáromhoz tartozó Nagy Herkály pusztán történt. Ugye azt is tudjuk, hogy a délelőtti órákban Hajnaú, az osztrák császár teljhatalmú megbízottja, és Klapka György, a komáromi vár és a várvédő seregek parancsnokának a megbízottjai írták alá ezt az egyezményt, tehát itt Nagy Herkály pusztán, és Klapka György pedig délután a várban, tehát ő nem jött le, és nem volt hajlandó mondjuk Hajnaúval kezet fogni, ahogy egyébként a császárhű grafikusok ezt így ábrázolták, ezt az eseményt, hogy Hajnaú és Klapka kezet fog, tehát ez soha nem történt meg, ez nem igaz. Több hetes tárgyalásnak volt az eredménye. Ugye tudjuk, hogy Görgei Artúr világos szőlős mezőknél feltétel nélkül letette a fegyvert, mert nem igazán volt az ő kezében semmi olyan, amellyel feltételek kicsikarására tudta volna az ellenséget bírni. Ugyanakkor Klapkának itt volt az erődrendszer, amely 1810 óta az osztrák hadügyminisztérium által készített tervek alapján kiépítés alatt volt. Ugye jó néhány részét már kiépítették, modernizálták az öregvárat és az újvárat, elkezdték a nádorvonat építeni, az első 4 bástyáját meg is építették, amikor jött a szabadsággal, tehát őrült mennyiségű pénzt fektetett bele a császári kincstár, és ezért nyilván, hogy több hónapos ostrommal sikerült
volna a földdel egyenlővé tenni, de igazándiból ez nem volt érdeke. Klapka és az ő bázis elég kitartó volt ahhoz, hogy több hetes alkudozások után végül is sikerüljön ezt az egyezményt kicsikarni. Igaz, hogy abból indult, hogy az egész nemzetnek adjanak amnestiát, de végül is az lett a vége, és ez is nagyon nagyszerű dolog szerintem, hogy a Komárom miatt mind a polgári lakosság, mind pedig a katonák az úgynevezett menlevél segítségével, vagy menlevél birtokában, amit a várban adtak ki, szabadon távozhattak, és a tisztek megtarthatták a kardjukat is, és hát bárki külföldre is mehetett éppenséggel. Ha meg valaki akar, az osztrák hadseregbe beléphetett, de ilyenről nem igazán tudunk, aki tönként be akart volna lépni. Ennek az egyezménynek az aláírása volt szeptember 27-én, és mi ezen a napon 3 órától tartjuk itt a megemlékezést. Dr. Négyesi Lajos, ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense fog beszélni. Cita János, a polgármester úrral közösen köszöntjük a vendégeket, és hát nagyon sokan jelezték, hogy eljönnek, többek között a Smelc Márk és barátja Komáromi huszárhagyományőrző, Igmándi nemzetőrhagyományőrzők jönnek egy népesebb csapattal, Muzambarát köré tagok fognak kijönni, 3:30-kor innen a Brigitte Szörökség látogató központ elől egy busz indul, mert ugye azért nem mindenkinek van autója, hogy oda ki tudjon jutni. Egyet kérünk, hogy előzetesen azért regisztráljon, nehogy az legyen, hogy nem fér fel a társasága az autóbuszra, de 344-697-es múzeumi telefonszámra kérjük az előzetes regisztrációkat, és hát remélem, hogy minél nagyobb számban ott leszünk és megemlékezünk a szabadságharcról, Klapka Györgyről, az egyezményről.